A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma december 17-én szakestet tartott, ahova várták az oktatásban közreműködő kollégákat és a duális képzésben együttműködő partnereket. A tagintézmény vezetője ezzel a bemutatóval egy régi hagyományt élesztett újjá. Fekete Antal igazgató úr felújított egy újra érdekesnek tűnő rendezvényt. Itt arról szól, hogy a duális szakmákat oktató szakmai partnereinket, vállalkozásokat, vállalkozókat behívjuk évente egyszer, így advent környékén. Megmutatjuk, hogy a mi fejlesztéseink milyen irányba mennek, milyen új gépeink vannak, a szakképzés kínálata hogyan változik. Ők pedig elmondják a saját igényeiket, kötetlen formába leülve a végén egy kis vacsorával, és így összeadódik mindaz a tudás, ami azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok megszerezhessék a szakmájukat. A rendezvényen a helyi vállalkozók és a tanításban közreműködő oktatók előtt bemutatásra kerültek az iskolában folyó jelenlegi képzések, illetve a folyamatosan bővülő eszközparkjuk. Az előadások közben elhangzott, hogy az intézményben lehetőség van a felnőtt képzési és felnőtt oktatási igények és kapacitások egyeztetésére. Én természetesen támogatom. Nagyon fontosak ezek a rendezvények. Egyébként is járjuk a két járásban van a Bajai Szakképzési Centrumnak iskolája. Járjuk a járásokat és az egyes vállalkozókkal próbálunk személyes kapcsolatot is létesíteni. Azért fontos, mert nagyon gyorsan változik a szakképzés, és nagyon gyorsan változik maga az ipar is, az ipari szakmák. Gondoljanak bele, vannak olyan ipari szakmák, amik eltűntek, és vannak olyanok, amik most jönnek elő. Itt előhoztam egy érdekes, ez a drónpilóta például. Tehát nagyon fontos az, hogy úgy ismerjük egymást, hogy egymáson segítve tudjuk a fiatalokat versenyképesebb szakmával, versenyképesebb tudással ellátni. A hagyományteremtő kezdeményezés hatékonynak bizonyult. Virág Tibor főigazgató már a rendezvény elején pozitív visszajelzéseket kapott a szakmai partnerektől. Volt olyan vállalkozó, amivel ténylegesen a tanulószerződéses dolgokról beszélgettünk, illetve pályaorientációról. Én úgy gondolom, hogy jó néven veszik. Azokat a vállalkozókat, akiket már ismerek személyesen Dunapatajról, vagy itt egy vendéglátó egységet például, őket természetesen is közvetlenebbül tudtam megszólítani, és azt mondták, hogy örömmel jöttek, sőt nem egyedül jöttek, hanem mind a két tulajdonos, itt van olyan vállalkozás is.